Köszöntöm a kedves nézőket, Horváth Kármen vagyok. Mai műsorunkban szó lesz a lelkünk melege adventi programokról, a Zente Ferenc Színház előadásáról, valamint a Duma Színház februári műsoráról. Salgó Tarján főterén december 20-án 5:30-tól a Vadvirág és a Gyermekkert Agóvoda kedves ünnepi műsorát láthatják a Lelkünk Melege program résztvevői. Ezen a napon a Sáik Székhely Intézmény karácsonyi tánccal készül, a Siti vezetésével pedig Manó Műhely kreatív foglalkozás várja a családokat. A pénteki adventi program a Nógrád Tánc Együttes szabadtéri műsorával zárul. A salgótarjáni adventi események december 22-én vasárnap érnek véget. A főtéren 15 órától a Mackóvár és a Nyitni Kék Óvoda karácsonyi előadása után a közönséget a Végem Company varázsolja el Mikulás táncával. A Letfal kivetítőjén Aranyosi Ervin Lelkünk Együtt Ünnepel című versét szavalja el a város, majd a Jópásztor katolikus óvoda csemetéi lépnek színpadra. Az ovis előadás után az éneké lesz a főszerep. Hallhatjuk Schmierer Viktóriát, Francúz Erikát és Radics Viktóriát. A negyedik adventi gyertyát az evangélikus gyülekezet vezetésével gyújtják meg a főtéri adventi koszorún. A gyertyagyújtás után is érdemes lesz a téren maradni, hiszen Gájer Bálint és Pál Dénes ad hangulatos ünnepi koncertet. A karácsonyi vásáron túl a salgótarjáni civil szervezetek apraja nagyja is vendéglátásra hívja a városlakókat. A közösségi kezdeményezésen számos ünnepi különlegességgel készülnek. Lesz beigli, tea, káposztaleves, rózsapalacsinta, sültalma és meg annyi karácsonyi finomság. Közkívánatra ismét színpadra állította a Képzelt Beteg című vígjátékát a Zente Ferenc Színház, és dupláznia kell. A nagy érdeklődésre való tekintettel Koltai Róbert főszereplésével december 28-án 15 órától is játsszák Molière garantáltan szórakoztató művét. A történet egy jómódú párizsi polgárról szól, aki mániákus, önző, beteg ember. Aki semmi másban nem hisz, csak az orvostudományban, gyógyszerekben és az állandó kezelésekben. Ha szeretne eltölteni egy délutánt a megrögzött hipohondert alakító Koltai Róberttel, semmiképpen ne maradjon otthon. December 28-a, 15 óra. Jegyek még kaphatók. Ahogy a szülővárosában, Szentesen sokan ismerik, Kőhalminé Zolika nem a Duma színpadon kezdte a pályát. A karinti gyűrűvel kitüntetett pályaelhagyó építészmérnök valójában sosem akart kiállni és beszélni, jól érezte magát a háttérben. Szerencsére mégis megpróbálta. Legújabb önálló előadása a Történjék bármi, a történetmesélés történetéről szól, ami egy vetítős est lesz képekkel, filmekkel. Ezt az igényes humorral látszőt előadást láthatja és hallhatja a közönség február 4-én 18 órától Salgótarjánban, a József Attila Művelődési Központban. Kőhalmi Zoltán önálló előadására jegyek kaphatók a Városi Jegyirodában, a salgoremek.hu és a jegy.hu weboldalakon. A Kultik Salgótarján moziban a Jumanji a Következő Szint című kalandfilmet láthatják Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart és Karen Gillan főszereplésével. A játék, ami beszippantja fantázia világba a játékosait, még működik. A régi barátok akaratuk ellenére visszakerülnek a következő pályára, de a felállás már egészen más, mint legutóbb. Miután Spencer beszippantja a program, három régi haverja természetesen kötelességnek érzi, hogy megpróbálja kimenteni. Azt hiszik, az ismerős terepen könnyen boldogulnak majd, de nem számolnak vele, hogy néhány új játékos mindent megváltoztat. Ugyanis Spencer nagyapja és annak nyugdíjas haverja is követi őket. A programokról bővebben tájékozódhatnak a www.salgoremek.hu weboldalon és a Tarjáni műsorfüzetben. Kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok!